Zene szótól volt hangos a hétvége a belvárosban, ugyanis Fúvó zenekari találkozónak adott otthont Hódmezővásárhely. A helyi együttes mellett Makóról és Békés Csabáról is érkezett egy-egy csoport, akik a szórakoztatás jegyében könnyed dallamokat játszottak a sétáló utcán összesereglett közönségnek. Kivételesen nem Vágó János, hanem Zoltán Péter vezetésével sorakoztak fel a Hódmezővásárhelyi Városi Fúvó Zenekar tagjai a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtti területre a hagyományos fúvó zenekari találkozón. A helyi együttes igyekszik jó kapcsolatot ápolni a régió és az ország hasonló profillal működő csoportjaival. A házigazdák most makói és békés csabai zenészeket láttak vendégül. A lényege az, hogy egymást hallják a zenekarok. Hallják, hogy ők milyen darabokat játszanak, esetleg olyan darabokat, amit mi is játszunk, ők máshogy játszanak, melyik a jobb. Össze lehet hasonlítani. Mivel a fúvó zenekari találkozó az örömzenélésről szól, ezért elsősorban most is a könnyedség és a fülbe mászó dallamok kaptak főszerepet. Egy olyan alkalom, ami kötetlen, akkor a zenekarok mindig azt próbálják játszani, mint nekik a legjobban fekszik, amit legjobban szeretnek játszani, és ebből az lesz, hogy a közönség is érzi, hogy most nagyon felszabadultan játszanak, és a közönség is érzi, hogy ez most egész más, mint ami egy komoly hangverseny, és talán ők is jobban érzik magukat. A fúvó zenekari találkozón a helyi Hódkristály mazsorett csoport is közreműködött, látványos koreográfiákkal egészítve ki a műsorszámokat.